Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi a terve, mi a gondolata? A második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés pedig az, hogy mit fog tenni. Az első kérdés úgy hangzott, mi az ő gondolata, mi az ő terve, mi foglalkoztatja őt, ez itt látható a képen. Itt megjelenik ez az arany érem, ami utal az anyagi helyzetére, vagy a munkájára, a hivatására. Itt a kezében van egy terv, vagy egy dokumentum, vagy tervez valamit a munkát illetően, vagy lesznek itt szerződések. Ez az arany érem összefüggésben áll a föld elemével. Ha itt van egy gondolat, egy terv, akkor azt szeretné megvalósítani, hiszen a föld eleme utal reális dolgokra. Amit ez az arany érem még jelent, a belső értékek, hogy te értékes vagy számára, itt van egy terv, egy találkozás, vagy jön egy hír tőle. A második kérdés úgy hangzott, hogy milyenek az érzelmei, hogy érzi magát, ez itt látható a képen. A kezébe veszi ezt a kardot szimbolikusan, és elvágja a félelmeket. Átteszi magát a bizonytalanságokon. Itt lesz mozgás, itt lesz egy új irány, és ez a kard jelenti a döntéseket. Amit ez a kard még jelent, hogy tisztázni szeretne veled valamit. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy mit fog tenni. Erre megadja a választ itt ez a kártya. Az ő szemében te vagy a királynő, és uralkodsz az arany érmék felett. Ez jelenti a jólétet, de jelenti a te értékeidet is. És mivel ő így lát téged, közeledik hozzád, itt meg lesz az elismerés. A kép középen azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható ez a szív, tehát itt valódi érzésekről, szerelemről van szó. Ez a férfi szeret téged, megbecsül, felnéz rád, és közeledik hozzád, vannak tervek. Az is lehet, hogy ez a szerelem a munkahelyen van, vagy ő tervez veled valamit, egy közös alkotást, hiszen itt láthatók ezek a tervek. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!